Dubajban egyedüli magyar kiállítóként van jelen a Kecskeméti Neumann János Egyetem a COP28 klímavédelmi csúcs találkozón. A rendezvényre Novák Katalin is ellátogatott. A köztársasági elnök megismerkedett azzal az egyedi tervezésű hidrogén meghajtású járművel, amit az egyetem mutat be a találkozón november 12-éig. Az első magyar résztvevők vagyunk az egész COP történelmében, úgyhogy rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy egy magyar egyetemet képviselhetünk Magyarországról a legfontosabb fenntarthatósági fórumon. És amivel jelentkeztünk, az a járművünk, az a fenntartható járművünk, amely egyszerre ad választ a 21. század 3 jelszavára. Minden, ami a komplexitás, minden, ami a konnektivitás, és minden, ami a fenntarthatóság. Dr. Csizmadia Norbert azt is elmondta a Kecskeméti Televíziónak küldött videó üzenetében, hogy az egyetem a fenntartható technológiára, anyagra épít, a 21. század legfontosabb üzemanyaga pedig a tudás lesz. Az egyetem diákjai, tanárai, kutatómérnökei együtt építették fel a járművet. A járműben egy nagy nyomású hidrogéntartály van, ennek segítségével állítjuk elő tüzelőanyagcellán keresztül a hidrogént, tehát a hidrogénből az elektromos áramot, és ezzel hajtjuk meg a járművet. Ez a jövő zöld közlekedésének egyik eszköze, hiszen a feltöltés rendkívül gyors a járműnek, 250 km-es hatótávot tudunk a járművel megtenni, 60 km/h sebességgel. Az energiarendszer egyik része a napelem, ami a jármű hátulján foglal helyet. Ez a napelem szintén tudja tölteni az akkumulátorokat, aminek segítségével a hatótáv növelhető. Dr. Kun Krisztián azt is elmondta, hogy a Neumann János Egyetem a hidrogén technológiával hozzájárulhat ahhoz, hogy 2030-ban elérjük a zéró emissziót.